Eléggé belezavarodtunk legutóbb, folytatom ennek a csigás ínak a megrajzolását, de hogy mit rontottunk el. Most egy kicsikét eltüntetem magát a tárcsát, sőt, erről is leveszem a fagyasztást, mert a helyzet az, hogy ennek a blueprintnek az orientációja eleve nem volt számomra. Ugyanis ez valójában így áll. És ezért belezavarodtam a az idegeknek az elhelyezkedésébe, ezt vissza is fagyasztom. És akkor most ezt is elforgatom 90 fokkal. Rakjuk is rögtön helyére, kinagyítom. Utána mutatom, hogy bezavarodtam bele. Itt így van. Tehát, az egyszerűség kedvéért. Van egy idegem, mindjárt meg is rajzolom jelképesen. Itt van nekem egy ideg, ami lemegy az alsó tárcsára, és bekötésbe kerül az alsó tárcsán ehhez a tengelyhez. Hogy csak így megrajzoljuk. Ugye ő az egyik ideg. Ez zavart meg. Ez az ideg, ez semmilyen pályán, tehát itt ezt a hornyot, ami vezeti, amire azt gondoltam, hogy az majd vezetni fogja azt az ideget, az igazából az nincs ott. Az a fonákon van. De ott is, abban a formában, hogy itt, ahol jön az ideg, a valódi, ugye? Próbáljuk azért úgy nagyjából szépen elrendezni. Ő bekötésbe kerül, rakunk egy pontot ide. Most ezt. Jó. Ne válasszuk ki egyiket se egyelőre. Öt válasszuk ki, neki érthetőbb legyen. Ugye ide rajzoltam a gombot. Ezt behúzom ide. És ez az ideg, ez teljesen függőlegesen fog állni. Tehát tehát ő fog így állni, viszont ez az ideg, nem is így találkozunk, de ez az ideg, ő itt, meg itt, igazából, lehet, hogy ez a kép kell, ő le fog menni valahová ide. Tehát ő egy ilyen, nem csak hogy, tehát nincs síkban, hanem egy ilyen spirálisan emelkedő ív. Na most először ezt kidolgozom, hogy akkor már legyen neki, hogy tényleg ív alatt, tehát egy ív legyen. Nem tudom, remélem a zene nem hallatszódik be. Tehát, sőt, kijelölöm az összes pontját, és jobb klikkel lekérem, és azt mondom neki, hogy ez egy Bézier görbe. Mond, amit gyűlölök egyébként.
blokkolni, mert egyszerűen nem hajlandó ezeket a pontokat normálisan megfogni. Azt csinálni el, amit én szeretnék, főleg vele lesz a problémám, őt most el kéne foglalkozni. Tehát látjátok, nem, egyszer oldalra nem mozog. Nem teljesen értem, hogy hogy tudták így kitalálni, és most kell ezt kikapcsolni, ezt a szökőzugrásos sztorit, és szépen meg kell feszíteni ezt az ívet, hogy valami pofája legyen. Szög egyenes, jó, nézzük őt. Őt. Most jön a ízé, a parakodás, hogy a helyére húzogassuk ezeket a packokat. Úgy. Egyenlőre csak a viewportba fogom bekapcsolni, és a vastagságát, úgy emlékszem, 4 mm volt. Nézzük csak. Vastagság 4. Igen, ami itt most nekünk, azt hiszem, akkor 8-ra növekszik. Igen, és akkor oda belefekszik ebbe a horonyba. Ja, ezt majd össze kell kötni a ezzel a meghagyott egy darab toruszocskával. Itt jobb fölül itt világít. Ki is nagyítom. Ő, amit most egyelőre még kikapcsolva hagyunk, ugye ő volt a alapja ennek a gombnak. No. Na de nézzük meg a perspektívikus képét ennek a okosságnak. Rá is beállítunk akkor egy 8. 80. Ülj le egyes. Tehát ugye ott a alját azt már lejjebb vittük. Ők itt ez király, ez itt jó helyen van, de látjátok? Tehát, hogy lejjebb kell menni azzal a spirál. Alá kell futni, hogy ez az ideg ne ütközzön. Az csak maga. Most megint valami nem tetszik. Szóval nem volt ez rendesen átgondolva. Jaj, de jó, az emelkedik. Tehát igazából a dolog lényege, ezt a két pontját igen, akkor ez mégiscsak la. Remélem a zene nem hallatszódik be, továbbra is zene mellett dolgozom. Igen. Tehát ez van elrontva ebbe az egészben, hogy ennek az egész tárcsának teljesen mások a mélységi méretei, mint amit én gondoltam. Kikapcsolom onnan azt a tóruszt is. Ahogy akkor. Egyelőre ezt kikapcsolom, és akkor csináljunk belőle is egy Bézier görbét. Ja. Kijelölöm. Hát edge módba tudok csak Béziert alakítani belőle. Ez mondjuk
szépen állítsuk be, hogy nem jó. Nem. Tehát ez a gomb, ez lejjebb van egy szinttel, a másik. Őt be kell állítanom, hogy szépen kifeszüljön. És neki is kell egy valamilyen ív félét. Nem szeretek bézierekkel dolgozni, egyébként nem preferálom ezt a vonalszerkesztősdit, de hát most ezt adta a gép. És akkor be is kapcsolom. Beefport mód. És kezdjük is el szépen a helyére húzogatni. Először is a mondó vagyok, nem ő vele. Nem. Ugye mondja, nem kell ez a háló, öt lejjebb kéne vigyük 12-re. És ehhez képest neki akkor ezt a szegmensét kijelölte az egészet, ja, igen. Ez a szegmens 12-höz képest már ennyivel lejjebb. Kb. Az 24 lenne. Na most, ha ez nulla, tudjuk. Átlátszóvá teszem, hogy lássam a pontjait. Teszem azt mondjuk, ez a három pont. Három ponttal megrajzoltam. Ez viszont nagyon csehül áll, ezen még igazítok. Tehát azt a három pontot érintetlenül hagyom, akkor ez itt 1, 2, 3, 4. Mert mondjuk... Igen, hát... mert hogy nem sikerült ezt sem jól kijelölni, na nem baj. Tehát ez a kettő, ez... Akkor ők állnak megint 12. A két pontot jelölök ki, nem tudom ki. És 12. Juk. De a 24, majd itt megint 10 év okolni kell okat, hogy szépen tekeredjen fel a leg. Kettő. Volt. És négy.
akkor ezzel a kettővel kell már csak valamit kezdeni. Sőt, igen, mert ennek biztos, hogy jó a... Csak plusz 12. Tehát ezeket az értékeket át kell írjam pozitívra. Így kerülik ebből egymást. Na most ezt a 12-t eltolom erre. Tartom. Ezt így. Igazából így fogok kapni majd. Így fogom megkapni a csigák irányát. Ha bekapcsolom vissza őt, azon gondolkozom, hogy csináljam. Hogy csináljam meg azt? Várjunk csak. Nekem van valami, ami tetszik. Tartsd magad. És kikapcsolom már ezt a hálót. Ez a var. Oké. Ak. Még. Ó, és rajta még egy. És akkor most az, hogy ő kész van. És ezt igazából kezdhetem elő. Bánatomra, persze.
És akkor noszogassuk a helyükre először ezeket a kis csigák, gombocskákat. Ő már eleve. De. Ő meg itt jó helyen van. Gondoljuk át itt ezt a csigának ezt az emelkedését, mert lehet, hogy ez itt igazából lehet. Csiga, ez valójában úgy néz ki, hogy idáig lehet, hogy ez tök egyenes. És lehet, hogy csak ezen a kis szakaszon emelkedik. Ez sem ártana. Idébb hoz. Legyen egy valóságos csúcspontja. Így azért mondjuk azért ki lehet egyenesíteni a Bézier pontjait, hogy skálába lehúzom egészen az Y értéket nulláig. Ennek is mondjuk lehúzom akkor az értékét. Ára. Csak akkor meg az a nem jó nekem, hogy ezzel a nagyon kicsi hívvel is kéne foglalkozzak. Bocsánat, hogy emelkedik. Lehet, hogy nem frissítettem le az adatokat. És lehet, hogy azt hiszik, hogy történik valami izgalmas, azt közben nem is. No. Tehát gondoljuk újra. És én ezeket visszavonom. Most csinálom. Várjunk csak. Azért nem kéne, hogy visszavonjam. De attól még visszavonhatom. Visszavonom. Akkor most jön itt egy olyan kis huncutság. Egyelőre nem ez kell nekem, hanem ő kell nekem. Ő neki az Y értéke 12, hurrá! Elmásolom. Csinálok belőle egy editable polit, szintén mert nekem jó, jó, aki is tettem. Ugyanígy. Ezt lekapcsolom. Kötöm.
elhúz. De? Hopp, ott több ment el, mint amit szerettem volna. És azt is tudom, hogy miért. Ugyanis a vége le volt zárva. Ha most megforgatom. Látjátok? És ezért túlvezérelte a pontokat, amiket kijelöltem. No, azt mondja, hogy akkor újra. Ez nem kell, akkor... Szép. Irányba. Onnantól már tudom szerkeszteni. Nagyítom, mert itt meg az a jó nekem, hogy majd a tárcsát elfordítjuk, ez ide be fog feszülni, itt valóban van egy horony, de csak így kb. Eddig. Tehát ott... Ott talán látjátok is, hogy itt vége van ennek a horonynak. Hogy... Hozzáadok 4 darab edzset mondjuk, és akkor kezdjük szépen egyesével a helyükre hurcibálni. Talán kell már ez. És mondjuk. Majd szépen beforgatom mindegyiket, hogy kiadja magát a horony. Azért ezekkel az 5 fokokkal bárki tudni, azért ezekkel szerintem elég szép lehet szerkezni. Szépen ére szogatom. Itt majd még föl kell sokszoroznunk az edge-et, az egyértelműen látszik, sőt, lehet, hogy rengeteg helyen még. Az is lehet, hogy ide is kéne. És eléggé el lehetne vezetni még ezt a...
Hogy... Szépen. Fogom. Ide. Négy azért talán ide sok. Mert kettővel már meg lehet. De ha nem, akkor... Így. Annak a szöge még már jó is. Tudjuk. Hát talán ide kéne még egy edge. Az a helyzet, hogy nincs itthon fajta íjam, tehát jószerivel én is csak tippelgetek. No. És most kell nekem okozom. Még mielőtt bármibe jobban belemegyek, lehet, hogy kívülről a legkülsőt is meg kéne rajzolni. Ráadásul egy ilyen néninak az alsó és a felső tárcsája sem egyforma, de azzal nem fogok foglalkozni. Ez most csak simán le lesz szimmetriázva, aztán ott van nekünk. Mondjuk az a jó, hogy a felső felhúzáskor mondjuk erről a tárcsáról leforogni fog az ideg, nem föltekeredni fog rá. Ez viszont mindenképpen föltekeredni fog rá. Ebből igazából, erről a tárcsáról hasonlít. Akár is mustálkodhatom a tornyot. A tanárom biztos izé üvölt magába, hogy vajon miért így csinál ilyen apró. Hiszen ez csak egy ló el. Szeretek a p***os lenni. Ez tartás. Van neki egy határja, határvonala, egy border. Ugyanúgy izé, akkor kihúzom, megnövelem. Végtelenségig nem tudom, mert ugye itt lesz ez a luk. És most ehhez kéne kötési pontokat keresni. Mert még ha mondjuk azt is mond neki, hogy ő ide jó lehet. Kb. Itt viszont rengeteg edge-ünk van. Vertexünk. Őt húz le. Elindulnék egyesével. Mellé nyúltunk, de ide
ide, és már el is fogytak. Ezt már nyilván nem köt. Lassan alá szaladunk a fogainknak. És még mindig nincs itt ez a kis luk. Tehát a végtelenségig ezt így nem folytatható. De az a jó, hogy edge-et bármikor tudunk kivenni a modellből, illetve hozzáadni, főleg egy love poly modell esetében. De megint olyan, hogy azt se szeretem csinálni. Ide meg már kéne majd nekünk egy lukacska. Kicsikét arrébb állom. Jöjjön ide. Viszonylag szimmetrikusabb lukat kapjunk. Nyilván majd kör alakúvá varázsolom, ahol itt lesz az ideje. Kettő, jó. Nagyon fura nekem az átlátszósága, ennél szebb szokott lenni. Nem tudom, hogy most mit kéne hirtelen állítsak rajta, hogy valahogy kinézzen. Ezt mondjuk ide rakom. De? Mondjuk itt viszont tovább. Ezt át tudom.
Na. Előjük ki ezt. Csinálunk be. Így. Spérifi. Ó, ez még nagyon nem voltak a helyén a dolgok. Azt hittem, hogy ennyiből azért már úgy megoldogat valamit. De lehet, hogy inkább akkor csinálok ide egy hengert. Nem ebbe a nézetbe. Ja, és lehet, hogy ez volt neki a baja. Lehet, hogy semmi más, itt kellett volna csak... Ó, nagy kapkodásba. Mindjárt barátságosabb volt az a körünk nekünk. Na most. Térjünk vissza ehhez. Illetőleg ehhez nem, még nem. Kivesszük belőle a felesleges edzseket. Könnyű legyen lekötni. Azt jelöld már ki, amit én akarok. Olyan kicsi lesz ez a tárcsa, nem is értem, hogy miért szenvedek vele itt. Valószínűleg magamat jobban szórakoztatom ezeket. Ezt az edget most szépen fog. Elhúzom ide. Így. És most jön a munka. De most megint lehet összeveldelni a dolgokat. Ja, meg össze is kéne őket adni. Meg kell flippelni a kornyot. Úgy. Ja, ezt belekollapszálom. Színe is jó. Na. Nem emlékszem, hogy erre mi a gyors gomb.
pedig van neki. Ha valakinek eszébe jutjátok meg. Ja, igen. Kettő darab. Ja. Ugye. És akkor gyorsan noszogassuk őket a helyükre. Nem ez kell, ez kell. No. Már is kellemesebben érzem magam. Nos, most még mielőtt nagyon beleüljülünk a többi részébe, ezt a mélyebben lévő részt ki kéne dolgozzam. Olyan kis furi itt ez a küldő. Nem gondolkodom, hogy mi lehet az ott. Egyértelműen olyan, mint hogy ott lenne egy horony. És az a helyzet, hogy van is. Gondolom. És szerintem azt mondja, hogy mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Itt szerintem valahogy így jön föl a küllő. Ki is kapcsoló. Maradt. Szerintem ott úgy jön, abból van emelve az a kis. Talán ez a pontja itt. Ennyire itt van, ez a meglegyen.
Vagy? No. Őt most kikapcsolom. Nálok egy olyat, hogy... Ennek itt nekem van egy tengelye. Nem emlékszem ma, hogy az előző alkalommal mennyire vettük. Legyen 12. Ez pedig 8. Magas mélysége az. Megnézek. Ja, nekem nem ez kell. Nem ez. Ő neki a vastagsága 8 mm. Azt mondja, 24, 28, hát ez bizony 30. 30. Nem is ez a lényeg. Nem, hanem a magas. Meg. Elül. Szét. 8. Hogy ennek mi a jelentő. Hogy nekem itt van. Sőt. Több is lesz az 38. De. De kellnek. Ez legyen 41 előre. Ami biztos, hogy nekem itt, ahol a tárcsám síkja van, legfelső síkja lesz, ott még lesz rajta egy ilyen kötélbekötésem, ahol is az ideg lesz. Azt mondja, hogy na, akkor te szépen följössz 38-ra. Az biztos. Minusz 8-ra. Hát így már mindjárt más a sztori. De itt hagyok egy ilyen kis csonkot, hogy kiálljon a tengelynek a perseje. Konákjából viszont ők itt nekem biztos, hogy nem. Control Backspace, és ilyenkor úgy törli ki, hogy kitörli az a hozzátartozó edge-eket is. Vertexeket. Csak Backspace nyomok, akkor ott maradnak a... Ami nem tudom miért jó, egy nálam profi biztos megmondja. Egyszer majd.
No, amit én most szeretnék, ugye, az, azt ott letörlöm, újra kijelölöm, így kicsikét megnövelem. Nem számoltam a vertexeket hozzá. Úgyhogy megint fiam, ülj le egyes. Nem vertexeket, szegmenseket. Igen, nyikorog a székem. Röhelyesd el. Ez zavar engem itt ez, hogy ennek az edge-nek nem látom, ha lesz. Azt a vonalat, hol veszik el? Még ezt is látom. Az a helyzet, hogy nem megfelelő, csak az a referencia, ami rendelkezésre áll jelenleg. No. Ja, nem. Őt kell kijelöljem, és most kell ez a poligon mód. Úgy, hogy ennek bizony kb. Ilyen mélységig le kell jönnie. Tehát ez 4. Ez meg 10, és akkor ott van 2 mm-re a tárcsának forogni.
Plusz még jön oda a kötélvezetés. Lejjebb vissza. Legyen csak. A küld. Tökéletesen látszódik, hogy itt fognákra van állva a dolog. Mondjuk őt itt tudnám de. Kék vonal a felé már felettek. Hát, igen. Ő, jelölöm. Hát jelölöm. Ha. Igen, milyen kéne, hogy legyen. Látom itt a dolgokat. Bezomány. Mert hogy? Na, és csak hogy nehogy izé, jobban elrontsuk a dolgot. Átmenjünk ilyen módba. Tehát maximalizáljuk a nézetet. Mondjuk... Hopp. Úgy. Tehát ő ide fog visszajönni. Oké.
Megforgatom. Kekkel. Jó. Ehhez viszont nem kellene. El kéne vigyem rohadtul messzire. No, nem olyan rohadtul messzire, de el kell vigyem. Valamelyest stimmeljenek a... az irányok. No. És akkor nézzük meg. Azt ott elengedem. És akkor most fordul. Csináljunk belőle egy pirosat, az jó kontrasztos mindennel, amit eddig csináltunk. Hopp, ott még nincs összeveldelve. Ez itten kimaradt ez. Na, egy ilyen mechanizmusban nem gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz lesz, akkor nyilván nem ezzel kezdem. Számotokra is szórakoztatóbb legyen. Már ha egyszer valaki ezt megnézi rajtam kívül. No, hát igen, hát... Tehát ott a tengelynél az tulajdonképpen jó lenne, oda majd kell egy... Szintén egy ilyen gombszerű valamit rajzoljak. Ugye? Hogy... Arra akasztom a... Kell? Nézzük. Meg kell, igen, tehát ennek biztos, hogy kell akkora magasság, hogy a tárcsa tud. Az ott jó. Igazából csak abba kell csináljak egy ornyot, amiben beleakasztjuk az ideg visszatérő ágát. Jól mondom, jól mondom. Feltállítom. Change akkor álljunk át a kontrasztos sztorira, és ehhez hozzáadom ezt. A pivotunk az ott marad a közepén.
És őt ezzel, őt pedig ezzel megbridzselem. Atom. Aha. Ennek van egy border, ezt még ki kell húzzam. Először is ezt a bordert kell növelnem. Hogy csalok. De nem így. Nem? De? De pedig itt. Akkor most jön. Van. Így. Mondjuk. Igen. Igazából ezt a kiemelkedést kell majd eldolgozzam. Jaj! Alakul ez, alakul ez.
Azon gondolom. Úgy. Először is egyenek. A haverok már versenyeznek. Verseny? Hát, lazulnak. Talán ezt egy-két. Már ki csak azt, amit én szeret. Így. Teligazgatom. Ilyen valami. Síve. Na. No, kérem, ebből még lehet valami. Tartok is egy icipici szünetet. Addig nézzétek, készül. Pár perc szünet, és folytatom.
Na és itt is vagyok megint. Kellett ez a kis szünet. Igen, azt még mindig nem forrasztottam messze. Azt a két pontot. Úgyhogy... De szépen kapcsolódik. Úgy. És azon gondolkozom, hogy ez itt lehet, hogy kicsit kikapcsolom ezeket a vonalakat. Ezt a vonalat. Nem tudom, hogy most a perspektíva zavar-e engem össze megint. Nagyon érdekesen jön, hogyha érintőlegesen kapcsolódna be az a tengelyre az ideg. Azt ott vajon az ott az mi? Vagy tényleg csak a perspektíva miatt? Vagy a nyílnak ez, íjnak ez a lapja, ezt nem látom, hogy merre felé áll. Úgy rendesen. Az most ott nem kell. Ő kell. Valamint nem van egy olyan problémám, ha én ezt most elkezdem állítgatni, hoppá, kár volt kinyomni. Itt valahol kell is kikapcsolni, ha van kedve, veszi. Itt, mint hogyha egy ilyen ilyesmi valamink így lenne. Igazítsuk el szépen, hogy fussanak valamennyire az edzsek. Be kéne bekötni. Mondjuk. Őt, bridge, konde.
Miért nem akarja most csinálni így? Utána. Pedig azt mondom ki, hogy kap. Igazából ugyanúgy kaptam, amit szerettem. Csak mi az a süllyedés? Az a süllyedés, ottan az... Az ott nekem nagy, meg... Tudtam, hogy valamit elfelejtek. Mert tudom, az a lukot zavar engem nagyon. Az idő meg rohamosan fogy. Mára szántam erre. Kát. Mi van, ha én 5? És kéne extrude. Nekem 5, áthoz, átalak. Utána egy edzsel meg ő magasságát tudom négyre. Utána Léci azt jelölt ki, amit szeretnék. Így. Jaj, Istenem, de jó lenne, hogyha lenne itt valaki, akinek van egy csigás íja. Na jó.
egész érdekes ötletem támad. Rajzoljuk meg oda azt a cilindert. Ezt a lukat. Csak úgy jelképesen. Se teljesen luk, de... Azt mondja, hogy... A 12-től jó lehetek. Mert a. Nem, ez így működhet. Nem lesz pont olyan, mint szerettem volna, de... De nem baj. Ide. Ebben most az lesz. Hogy? Összebridzselem. Eligazgatom. Pofásabb legyen.
Ez pedig nekem nagyon kiáll. Tudom, vallása. Most jön az. Így. Aha, és ott a négy háromszög. Ajajajajaj. Ajaj. Azt hiszem, ha ezzel a részével megvagyok, a többi az már gyerekjáték lesz valójában. Itt lesz kül. Ide. Itt kellnek. Aha. Ebbe a külön nekem kell majd aztól legalább. Ami mondjuk már így matek szempontjából nem. Majd megálmodjuk, ha ott tartunk. Megkötöm. Két szegmens. Öt már is elmozgatom. Helyére. Már úgy satö per köbö. Jó. Na ezt a cilindert most lekapcsolom. Hát most jön ez. Mindig is vágytam. Ezt meg. Úgy fog. Mi? Úgy. Jelölöm.
flexecskéimet. Úgy alta ezt kiveszem. Fogni ebből az irányból, ahogy szeretném. Most kell nekem egy ilyen, ezzel, hát hogyha jobban lehívom, jobb egér gombbal, akkor itt illesztési pontokat tudunk beállítani, hogy a rácsvonalakhoz, a rácspontokhoz, pivothoz, merőleges, stb. Mit akarunk állítani, nekünk most a vertex fog kelleni ebből, vagy az endpont. Mit pontot ki is, a középpontot kikapcsolom, végpont az értelmű. És amikor sárgán világít, megfogom, és odahúzom. És a másik pont, tehát összeilleszti a két pontot. Ami nekem azért jó, mert most meg tudom ezt csinálni. Hogy? Ő már nem kell, mert ilyenkor meg csak zavar már, ha világít. Úgy. És bridge. Hoppá! Viszont kiveszem belőle az osztót. Úgy. Bridge. Bridge. Nem, kijelölöm. Már nem kell bridge-elgessek. Nem csak cap. És leíz. Az már ott megvan. Itt ezek most egyenesek, tehát ezek tökéletesek. A őt még itt kollapszálnom kell. Ők most mi jelöl ki? Ugye az előbb kijelölte ezt az edge-et is, mert nem volt összeforrasztva az a két vertex. Akkor először legyen. 3. Oda, 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 és oda. És akkor visszakapcsolom őt, kijelölöm ezt az edge-et, oda rakom, kijelölöm az edge-et. Könnyű egyébként ezzel a módszerrel az edge mellé nyúlni, mert ha most fogom, ugyanúgy megjelenik, de már másik edge-et húzok. Hát mindig figyeljünk arra, hogy azért megfelelődjünk meg. Azt mondja. Írja is, hogy két vertex, tehát kettő vertex van kiválasztva. Kollapsz után egyé válik a 751-ké. Mondjuk azért az elég jó. 2. Ez már 1. Engedi bordert választani bárhol is. Nem. Úgyhogy már ki is vannak a határvonalak. Van. Itt van egy határvonalunk, amit mindjárt meg is rajzolunk, hogy az ott luk. És amint látjátok, azért ez most már egy tárcsa közép.
Van valami kis gebaszunk. Ugye megnézem. Hogy mi baja van a nyakottan. Szerintem ott még valami nincs összeveldelve. Aha. Ezt. Na, mi van? Ajjajajajaj. Na, azt mondja, hogy ez itt nekem sok poligon lett. Őt kitörlöm. Hogy... Valószínűleg megint izé úgy zártam le, hogy nem volt össze... ...töve. Hopp. Kész. Itt most még nyilván a smoothing grupok miatt nem valami és a lányzó fejlése. Azt a luk is még megrajzoljam. Lehetőleg hát az a helyzet, hogy ez itt ez egy kicsit éles lett, de megnézem. Kezdeni. A forgatunk egy irányít először is. Így csalunk kicsikét. Kilépünk. Vertex mód. Ez még mindig a tárcsa belseje, megőrülök. Azért ez... Jó kitoltam magammal. Nem? Főleg, most jönne ő, amit össze kéne mókolni. A többivel. Ugye, hogy ugye? Arra vagyok kíváncsi, hogy neki itt hogyan vannak edzsei a küllök kidolgozásához. Itt már eleve leszünk egy kicsit problémába, mert ezt össze kell ezzel az egy darab vertex edzsel lesz ezt a kettőt. No de, először is másolatot. Kikapom. Te belőle csinál. Editable. És először is azzal kezdem, hogy ne toljak ki magammal. Azt ott letört. Illetőleg. Van neki az alján is egy. Úgy. Szintén letörlöm. Nem forgatom meg. Jobb lesz nekem most. Ez a nézet. Kiválasztom a gerincét. Edge módra váltok. És
Kitörlöm, ami nem. És már is jobban állunk. Ide beszúrok. Jet? Idehozom. Modra váltva. Megfordulom. Jó. Idébb rakom, hogy hát, ha még kell. Ugyanúgy kitoltam. Most látom. Ott működött, de itt kivette a dolgokat. Azt mondja, hogy nyugj vissza. Na most lett a jó. Jó. Ide. Megfordítom. Mindig mellé nyomok, hogy tanuljam egyszer ezt a billentyűről való váltogatást a funkciók között. No, úgy gondolom, hogy ezzel itt így nagyjából el fogok boldogulni, mert hogy mondjuk ehhez először is hozzá a tacsolom, aztán maximum bevonom. Meg kell flippeljem. Jó. És most hozzá a tacsolom. 5. Jaj. Hm?
lassan ideje, hogy végeztek. Kijelölöm őt, és őt szeretném bekötni. Én nem engedik téged. Ez most érdekes. Na, ez számomra újdonság, hogy ezt hajlandó csinálni. Ah, már látom, miért nem. Igen. Igen. Ez most megint nem. Aha. Akkor. Szörny. Téged, meg téged. Jó. Meghúzunk. Igen, erre. Még pedig. 14. Ja, kiderítjük mennyi. Végszem. 16. Sőt, visszavom, mert ezt is, igen. Na, ez eddig tök jó. Kicsit kiegyenesítjük. De biztos már eltolzottam egy. Így könnyebb lekös. Na. És Alt-X.
ezt beállítom, és az edge-et. Meg nyomok egy mentést, még mielőtt megint itt összeesik nekem ez az egész. Ezt gyorsan ki is kapcsolom. Úgy. Na. Lássuk. Van neki. Lehet, hogy annyiban, úgy, oda fogom bekötni. De, picit, jó. És most úgy nagyjából oda. Meg oda. Mit gondoltok, fog működni? Hoppácska! Kicsit elmásztunk a síkból. Na nem baj. Igen, megint benne hagytam az értéket. Majd jaj, de jó lesz kidolgozni a küllőt. No. Hát mindegy, haladunk, haladunk.
lényeg szerintem erre volt. Azt mondja, kikapcsoljuk ezt a... Kapcsoljuk. Meghagyom, mert ne tudja, mi lesz vele. Őt viszont a helyére fogom. Beszínezem pirosra, hogy... Hát ne, jó ez a világos kék, ez is elég kontrasztos. Ne? Nyilván látjátok, a toronnyal még annyira simul, annyira együtt van, hogy gyakorlatilag 2-1. Ígérem, ennél már nagyon nem lesz bonyolultabb része ennek az egésznek egyébként. Talán még a célzóját megrajzolni nem lesz egyszerű. De az se lesz már ennyire bonyolult. Erről most csak egy ilyen default scanline render kép. Így néz ki. Ja, nyilván, hogyha most átszínezném szürkére, talán látványosabb lenne, illetve a ő beállítom, hogy megjelenjen meg ő is a renderben, illetve kapcsolok egy olyat, hogy Force Two Sided, itt van, és akkor azért látványosabb lesz a dolog. Hát, mint ahogy ki van írva, ítélednek, tehát, hogy részletesnek szánom. De egyenlőre ennyi. Még gyorsan akkor mutatok, tehát egy ilyen célzót fogok rá rajzolni, azért ez lényegesen egyszerűbb lesz, mint a... ami, mint a csigák megrajzolása. Ahhoz képest ez már tényleg csak sétagalop lesz. Ugye itt, amint látjátok, egy nézzük csak, mi ennek a neve, védőbandázs, nem? Bíp, igen, azon célzunk az a célzás egyébként. Hát azon cél, kábelek, csak simán annyi a neve, hogy kábel, amivel meg a... az meg ideg. Amit nagyon okosan húrnak hívnak rengetegen, az valójában ideg, és ez nem nyil, hanem íj. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan folytatjuk. Jó éjszakát!